Hölgyeim és uraim, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket az Egyházügyi Vallásszabadsági Tudományos Konferencián, melynek megtisztelő módon a Keresztény Zsidó Társaság társszervezője lehet. Köszöntjük megjelenő zsidó-keresztény testvéreinket, iszlám részről, Krisna tudatú hívő testvéreinket, mindazokat, akik a maguk hitét, meggyőződését ilyen vagy ilyen, amolyan módon vallják meg, élik meg. Egy csónakban nevezünk, egy országban élünk, körbe határolt területekről van szó, valahogy együtt kell gondolkodnunk. Nem az a probléma, hogy vannak problémák, az egy természetes dolog, a létnek a velejárója. A probléma az, hogyha egy család nem tud leülni az asztal köré. Tehát azt gondolom, hogy nem a problémát kell egyszerűen megoldani, illetve a problémát, mint olyat nem is lehet megoldani, mert mindig jön hozzá valami, és az idő változik, hanem olyan légkört, olyan milliót kell teremteni, amely alkalmas a régi, újabb keletű kérdéseknek a megtárgyalására és közös továbbvitelére. Ennek a konferenciának én az egyik mottójául talán a Zsoltáros szavát adnám, Hinimatovuma náim seveta himgam jád, mi szép és mi jó, a testvérek egyetértésben vannak. Köszönöm szépen!